Orkán erejű szélben tréningezett péntek délelőtt az MB2-es Gyirmót FC. Másodosztályú klubról beszélünk, ám a kéksárgák a napokban egy sor olyan labdarúgóval erősítették meg keretüket, akikkel jóval nagyobb az első osztályba jutás esélye. Leigazolták például a szombathelyi Haladástól Nagy Gábort, az ex-ferencvárosi Fitos Lászlót és a kilencszeres válogatott Ferenci Istvánt, aki elmondta, külön motivációt jelent számára a másodosztály megnyerése. A Gyirmót már régóta próbálkozik ezzel, többször ott volt az ajtón, csak nem tudott belépni. És hát nem tudom, mennyire lehet sikeres ez a fél év, ugye 9 ponttal lemaradás, de nem lehetetlen, de a következő évben mindenképp szeretnénk kiarcolni a feljutás, ez igazából ez a motiváció. Ferenciéken kívül egy másik ismerős arccal is találkozott stábunk a Gyirmótiak edzésén. Az egyik országos kereskedelmi csatorna két valóságsójából is ismert kapussal, Járvás Leventével. Most egy hosszabb kihagyás után próbálok visszatérni a futballhoz, és hát az Imrét ismerem, az edzőt, már régebbről Cegléden dolgoztunk együtt, és hát most itt készülök a csapattal, még nem tudom a sorsomat. Török alá, török alá, török alá, úgy van! Járvás leigazolásáról egyelőre nincs szó Gyirmóton, csupán a nemrég combsérülés miatt kiesett Tarcit hivatott pótolni a felkészülésben. A kéksárgák lehetséges igazolásáról, Erős Gáborról egyelőre nincs újabb fejlemény. Úgy tudjuk, Erős holnap érkezik Gyirmótra, szerződtetése attól függ, hogy meg tud-e állapodni a klubvezetéssel.